Őfensége San Antonio de Vincenzo, a Boldogság szigetek trónörököse. Kettő tuti nyer. Vár meg! Na, ne társulhatnak, 50 dollár.
közben. Tessék, jó ember! És köszönöm a bizalmat! Köszönöm, hogy engem választottál, Sámon. Ja? Aztán már gyerek! Ha esetleg nyernék! Ne a szóba küldjön! Majd megírom a címet Tahitiből. Vagy tudja mi? Hozza szét a szegények között! Marha! Egy igazi sérkés. Lépjen a mérlegre. Dobjon be 10 centet. Nézzenek oda, maga érdekli! Igazolja magát!
igazolnak, csak vezessen oda. Ugyan, hogy kerülhetne egy uralkodó ilyen helyzetbe? Ő nem is megnyárásítették, hogy aki árulában járt az alapvaló között. Nem szeretem a rajzfilmeket, kapjál! Na jöjjön, én most elviszem önt egy olyan helyre, ahol nyugtalan uralkodókat ápolnak. Csak akar bevinni a bolondok házába. Hogy el? Fogják meg! Álljon meg! Álljon meg! Maradjon! Ott maga maradjon, Maldi! Nem aktuális! Nekünk kell beszélni először, mert maga anyám bátya, maga tudja jól, hogy én nem vagyok király, hanem egy helyettes. Esély, az államtanácsot meg kell tartani. Fernand, ez véges egyszerűen. De hát önnek kell állni, de hát az igazi San Antonio, a Szingapurban van, mire vélem? Halállal a bűnhőbe, felség, ha elhívni azt, amit mond, hogy ön nem az igazi. Én egy igazi vagyok, de nem az uralkodó, és maga ezt nagyon jól tudja, mert 2 éves korom óta jól ismer, de nem engem. Szövődjeink szerint mindjárt, hogy halállal bűnödik az, aki a királyi méltóságot bitorlója válasszon. Vagy elnököl az államtanácsban, vagy lóg a biton. Na látja, hogy lehet magával értelmesen. De hát tréfát is. De bár minden kétséget kizáróan ön, ami király. Királyba. Elnök az vagyok, ami vagyok. Úgy látom ezt kézzelben. Kezdhetjük az államtanácsot. Mondtam, hogy én vagyok a munyó. Tisztelt államtanács! Rendkívüli a pillanat, amikor ifjú uralkodónk elnöklete alatt megkezdjük első tanácskozásunkat. Ki kér szót? Szöreg mond, kér szót. Felség a gongomperec. Csak kapjon. Köszönöm, rövid. Mindannyian tudjuk, helyzet van. Nyomja a cipő a lába. A helyzet megoldása véleményem szerint kézenfekvő. Új törvényt kell hoznunk, hogy minden eshetőségre készen álljunk. Állj! Köszönöm, szöreg mond, ki kér szót? Pollinó tábornok kér szót, felség, a hadak ügyének minisztere! Jól van, mindenhol jól van, csak siessünk már, siessünk! Elevezik a helyzetet, tisztelt tanács! Bob Varinc támadni fog, ez várható. Továbbá lázadás, merélet, összeesküvés, pucs! És ostrom várható. Pucs? Maradjunk inkább a pucsnál, jó? Állam tanácsban ez nem szokás. Na jól van. Akkor haladjanak. Mit csinál felséged? Nem lát a szemétől idegok. A felség ezzel a takarékosságra figyelmeztet bennünket, nyilván ezt látta az angoloknál. Yes! Yes! A fennelsz ezt a kliszkövet. Most ünnepélyesen kiváljuk felséget dohányzását. Thank you.
időben érkezik, hol sorog fenn egyáltalán? Katonai szempontból az a kérdés sorog fenn, felség, hogy ön milyen erőkkel vont ellenünk, és a benszülöttek rokon szemét bírja ki. A lábam nem bírja ki. Ne foglalkozzunk, kapjuk azon a kalózzal, ura! Uraim! A törvény legyen meg, ez a lényeg! Így, ha esetleg valami baj érné az uralkodót, akkor anyai áron is öröklődhetne a hatalom. Legyen meg az a törvény! Rendelj el tehát a törvény megszavazását, felség, és nem lesz semmi, hogy egy cigaret nagyon szép. Túlális! 5 perc szünet! Egy kis levegő! Ez a város, ez a város, hideg volt! Ezt a szemet, 2 dollárt adok én! Biztonság! Te szívtelen kutya, a tulipán, hogy te
beszélsz egy emberről, mint a kalarábé volna. De hát az arcán össze-vissza lepett a bőr. Na és hát egy virágváz, hogy te kevesebbet is esérte. Gyerek, vedd vissza a föld, hogy beledobom a tengerbe, rendben? Jó, jó, rendben van, Gulipán. 280 érted. Kettő és egy szentet se több, érted? Soha, érted? Te lehetetlen uzsorás, legyen a cápáké, de én gazságban nem megyek be. Na jó, 230. Na ide figyelj, Petro! Én legénységen toborzok bizonyos hajókra, melyek nagy útra indulnak. Fegyvert és ópiumot szállítanak. Az ellátás nem valami rossz, és még fizettek is, ha minden jól megy. Te most éppen aláírod a szerződést, és holnap munkába állsz. Engem törve csaltam. Szóval nem írod alá! Nem. Akkor ütni foglak. Kérem, figyelmeztetem magát, hogy fontos üzenetet hozok. Mit hozol? Üzenetet hozok a szingapúri klubok számára. Tüskés van nekem. És a nagy mivaj számára. Te ismered a nagy mivajt? A fenne ugye meg ezt a mosgomolcsinkot. Ilyen árut hoz 2,5 dollárért. Na ide figyelj. Ha átversz. Vezessünk ilyen a nagy mivajhoz. Elvezettem önt a nagy mivajhoz. Kövessen. De figyelmeztetem, még meggondolhatjuk. Nem, csak vezessen. Jöjjön, csak jöjjön. Gyere, itt jóra. Itt van ez a végén. Egyet csak az egyik lábát, a másik után. Vigyázzon, ne lépjen oldalt. Vigyázzon. Egyenesen. Jöjjön már, jöjjön. Jövök. Tessék jönni. Jöjjön már. Álljunk meg egy pillanatra. Nem baj, ott van már megint. A szívem. Nem akarózz már, Ecsi, nem akarózz. A szívem nagyon megfájtott. Zoli! Bocsásson meg, kérem! Zoli! Biztos, vezessetek hozzá! Felesleges! Én vagyok Holdvilágság. Azt üzeni a cimborátok sürgősen hordál magad, mert kiszabad, mint a hobó pisel. Látom, hogy tudsz a dolgaidról, de... Miért gondolod, hogy ismersz? Hogy az üzenetet átad, kocsra! Majd én elteszem az üzenetet tőled! Hús, mimóza! Na gyerünk! Vigyük a kegyelmekhez! Na! Bocsásson meg, uram! Nem volt módomban idejönni másképp. Másképp nincs is a szoba. Kérem, adja el kereteit! Felséges királyné! Anya! Mindent hallottam. Fiam, ne írja alá a cikkelyezésről szóló törvényjavaslatot. Egmond fivérem a koronát akarja, azért kell neki a törvény. Ilyen klassz ez az Egmond. Hallgasson ide! Én bízom magában. Mindent elmondok. Én Wilburg Theodor Fregatt kapitány felesége voltam. San Antonio főherceg. De rém szeretett Tahitiben. Én nem álltam szóba vele, hiszen családos volt. De váratlanul egy ragályban meghalt a felesége és a kisfia. Nagyon szerencsétlen volt. És hát sokat járt hozzánk. Azután visszafoglalta Almirát és ismét király lett. Engem egy hajóra ültetett, és csak a nyílt tengeren derült ki, hogy nem Szingapurban, hanem Almirában megyünk. Hová már előre
király azt hirdette ki, hogy a királyné és a trón örökös érkezik meg. A férjemmel pedig elhitették, hogy elhagytam. Végül most a visszalantulni, hogy Virgul Teodor fia, és senki sem tudja, csak Enot. Maga herceg sem tudja? Nem. De a fiúhoz szolgálat egy ember egyen, és azt is tudta, hogy fogva részt visszabad, kapóra jött az önök cseréje. Mert így Bonfaris nem a királyt merüli, hanem engem ölnek, ugye? Hát igen. Hát hogyan hagyhatták negyedül a herceget Szingapúrban? Nem hagyták! A titkosszolgálat embere képes lett volna vigyázni rá, csak aztán mégsem tudta követni. Micsoda kezdő! Ki az az ember és ki az ördög az a Filburg te? Egy és ugyanaz a személy. Piszkos Fred, a kapitány. Anyám? Na mi azt kérem? Ez az ember azt állítja, hogy a nagy mi bajnak hozott üzenet. Kegyelmes! Ez az emberi! Kus! Neve? Pedro. Kicsoda maga? Személy szerint ezt fogod mindig. Azt mondja, hogy Spirit Jimmy küldte. És a nagy bivajt jól ismered. Wow. Igen, nagyon jó. Ha ez mindig az, miért ütötte le a tulipát? Várjatok! Tisztázni kell, mit akar itt ez a kő. Betolakod egy pivasszög. Az biztos, hogy nem kezdő. Az ütés, amit tőle kaptam, mellette szól. Ez kénytelen vagyok, mentségére felhoz. De miért ütött le, ha nem voltok a félni? És hova futott? János, ez nekem nagyon gyanús. Gyanús az biztos. Tehát nem állt, ha megölitek. De nem kezdő, az is biztos. Vezessétek a nagy bivajt. Buzgóká! Tulipán, kikérem magamnak, én rendesen leszállítottam az árut. Maga a tanú. A te árut? Megjött és megszakadt, érted? Tulipán, te erős és ügyes embereket kértél, tessék, aki téged lejött, az nem gyönge, és hogyha megszedik, akkor ügyes. Maga visszatartszolg a kereskedő hívány az ember! Most nem erről van szó, hát személyeskedéssel nem megyünk semmire. Szívesen bevetőném a fejét. És mi átlátod ebben kölyök? Semmi! Megmondom előre, hogy pitkelyezés nem lesz. Na ne, tessék! Hogy szabad ez? Hát valószínűleg itt volátszik.
Én sem vagyok kutya, ha ütni kell. Tessék! Ön a hagyományok értelmében csak akkor uralkodó, ha hoz egy törvényt, amelyet mi becikkelyezünk. Addig nem lehet valóságos uralkodni. Ám legyen! Törvényt hozok te. Az... Az angol király tanácsolta nekem, hogy legyek takarékos. És fesztelen. Takarékos a cigarettapödrésben, és fesztelen az államtanácsban. Az egyik megvolt. A másik most jön. Ím. Hogy feszesség itt ne legyen, és udvari tikket nélkül tárgyaljuk meg az államügyeket. Bárhol a tanács tagjai cipő nélkül tárgyaljanak. Ne a cipővel, ne ezzel a hóhírral. És én, a király, előjártálok a jó példával. Úgy vélem, felség, hogy ez egy szép és tanulságos törvény lesz, ez egy igazi reform. Lehet, hogy hozok még egy törvényt, mi szerint bálkát is kell írni állam a tanács közben. De ez még meghányzik. Uralkodni bölcsen kell. Az államtanács ezennel távozik. Én előtt távozom, a jó példával. Kopászik haba! Ez hiba volt! Nem a cipő! Ki volt? Öljön meg, tessék! Öljön meg, azt az utam, hogy ismerem magát! Jó, azt kérdeztem, ki vagy. Hazudsz! Gyülköd be hozzánk! Tudom, hogy kilöködve, mert... Amikor belöktek... Thank you.
Ott van a pudingok között, is van. Egy majomképű disznó.
Vanek! Vanek, beszélő! Kis-kis Vaneket keresem! Itt vagyok! Mit akarok? Mit akarok? A pénzemet akarom, érted? Ez meg kis... Semmi között hozzá! Gyáván is orvul megütöttél, miután elloptad a pénzemet! Azt hiszed, te ismerlek meg! Hogy kell nincs itetek körül? Ami az? Talán 20-an jöttök rám megint? Gyáva sakálok! Mi? Mindenki menjen innen! Mindenki! Ez a kölyök! Emlegesse meg, hogy sakálnak nevezett! Helyes! De aztán kis ők serítenek közben. Nem lesz lesz. Marha! Thank you.
mit tud a fiúról? Semmi jót, az a Pibasz Filigzsinivel suttogott a hajó. Egyszer éppen azt láttam, hogy 2000 dollárt adott annak az alakjának. Ez igaz? Igaz. Hány jövő? 21. Hallottam, hogy annyi mindent tett néhány óra alatt, ami másoknak egy életbe ered. De itt nem segíthet magának. Pedig a bátorság ilyen előnyös lelki állapot, különösen a hölgyek értékelik nagy. Ne kezd vele! Álljon! Kérem! Egészen oldalán! Felesleges kísérletezni, hogy meg ilyen szedem? Mióta itt jelentkezik a hidegek? Helyette meg a vár! Rakd ki mindent a zsebedből! Nem lesz pikkelyezés. Nem lesz pikkelyezés.
nem és nem. Nem érti, időt kell nyernünk, érti? Értem, időt kell nyerni. Időt, érti? Nem lesz, nem lesz se pitkejezés, semmi. Tessék! Mert bántja a szememet a csillogás. Értettem. Felséged előírhatja, hogy milyen barókát vegye. Kis pohos. Zöldet. Az megy a ruhájára. Ki fogja nevetni? Mindenképpen nincs sebes, kardos nyak. Tehát azt is tudja, hogy nem hozhatok új törvényt. Igen, ha ez így lenne, ezt már mondtam egyszer. Ez önre nézve halálos következményeket volna maga. És én magam után vonnám ön. Miért nem rendezett le azonnal? Ha? Miért hagyta, hogy drónvitorlás történjen? Ha én bűnös vagyok, hát maga a Balázs. Igen, de azt könnyűben bizonyítani, hogy ön nem éppen vír. Akkor pedig gyávságalá vagyunk. Ezek a réges herceg. Magát pedig várja a citadella. Nézd, ez az elhabizonyára gyerek ugyanátoló. Én nem vagyok egy szívbajos uralkodó. Nem hozok új törvényt, amíg nem uralkodom személyesen. Mert most csak helyen nem uralkodom. Már uralkodódás időt kap, ha addig nem szállj el magát, cselekszem, megértette? Nem vagyok. És mi a válaszom? Az, hogy majd pont magától kapok szívrólnak az értségből kifolyólag. Farinc, a halálos ítéletét
feleségül. Hogyan nem értem, kérem? Mit nem érted van? Megmenekült a haláltól és elvesz feleség. Akkor sajnos mégiscsak végem van. Ön csinos. Nagyon csinos. Határozottan kedves hölgy. De nem az én ízlésem szerint való, ne haragudjon. Én csak a Delphidomú fekete nőket szeretem. Mindjárt maga szerencsét, de mégis miért akarom, hogy elmegyek? Bizonyára megfelelő élettársának képzel. Csak hogy én szeretem az italt és a szabad életet. Idióta. Lehet, de nem annyira, hogy elmegyek. Látod, a rendőrségre meg... Én milyen opiumot? Magam miatt mennyi bajom van, most meg oda a kalapom. Nem ez volt? De, köszönöm. Ez beleesett valami a szemét. Arra elé, gyere a Thank you.
ilyen felszúrjon. Maga gyilkolta meg San Antonio hercegét. Természetesen. És
Fernand az régesen szerette. Hogy ne? Kaphatok még egy kis teret? Ó, amíg nőtlen az ember. Ön úgy beszél, mintha gúnyolódna. Nem tudom, mennyi igaz a valakinak. Egyszer hazudtam önnek. És miben hazudott? Abban, hogy a terpidók fekete nőket szeretem. Ebből sajnos egy szó sem igaz. Ugyanis pontosan az olyan hölgyeként szokásom meghalni, mint Thank you.
korlátlan. Annyit megadtam egy ciklettel, akkor nem adom a cápáknak! Bacsuhanc? Trevics. Jaj, hagyjuk ezt. Trevics? Van valami terve? Aljas hazug volt az illető, aki bemesélte magának, hogy én mérnök vagyok, vagy hadvezér, tele különféle terve. Nézze, Trevics. Fog valamit tenni, vagy nem? Hát... Leteleztem Hawaii-ban, ott én egy unokám őrűen. Mi baj? Hát élsz! Hosszú márkat a lezzel. Á, de úgy, nagyszerű fickó, kitűnően mulattunk. Na ide figyelj, tudod, hogy a vörös kap, az átcsak fel akar használni a terület. Tudom. Várj. Figyelj. Trevics. Az nem azt jelenti, hogy megszöktél, hanem állandó tartózkodási helyen van.
haragjában, mert támadás. Anyám! Mi baj? Minek hoztál erre a csónakra, tengerizetek vagyok? Remix! Mi lesz, ha elérjük a bankot? Mi baj, ez a fiú megőrült, összetéveszt engem egy jósnővel. Én csak a sajnálom, hogy leszel a gyalázatos fejt. Már nem tudtam leszállni. Kopogtak. Azt nem tudom! Semmi baj, miféle rakomány van a te fejedben, agyverő? Hogy azt hiszed, hogy ez a fiú itt a rész? Hé, ki lenne? Kicsoda? San Antonio főherceg! Yeah!
Hát ízé nem vár. Neki sohasem kell megtudnia, hogy nem vérbeli szalantúni. Teodor. Egmondot, te ölted meg? Nem. Nem, kapitány. Na Isten álljon. Elég van. Hová mész, Teodor? A tengerre! Megbocsátottál nekem? Csirip, 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 szólalt meg, és repül. Csirip, csirip, tengerre száll egy kis madár, egy jó madár. Hola.